Tobes Vater mindig ott van, büntet és véd a hősünk mostanában. A városban szágul, mint a szél, KTH szerdé világában éli életét él. Mindenki látja, hogy ő a legjobb, Tobes Vater, akit senki sem fog. Volter az úton, a sebesség a hívó szava. Két éjjel szert és streamen száguldozva. Tobes Volter mindig ott van, büntet is véd a hősünk mostanában. A város fényei mögött ő kötik a baj, van mindig segít és vigyáz rán. Nem hagy senkit cserben, mindig megvéd. Tobes Volter az útőreit terjed. Volter az úton, a sebesség a hívó szava. Két éjjel szert és streamen száguldozva. Tobes Volter mindig ott van, büntet és véd a hősünk mostanában. Szól a rádió, a hívás érkezik. Volter a helyszínre siet. Tett is véd az igazság, itt vár. Tobes Volter, ami sosem hátrál. Volter az úton, a sebesség a hívó szava. Két éjjel szert és streamen száguldozva. Tobes Volter mindig ott van, büntet is véd a hősünk mostanában. Volter az úton, a sebesség a hívó szava. Két éjjel szert és streamen száguldozva. Tobes Volter mindig ott van, büntet is véd a hősünk mostanában. A városban szágul, mint a szél, két éjjel szert és világában éli életét él. Mindenki látja, hogy ő a legjobb, Tobes Volter, akit senki sem fog. Volter az úton, a sebesség a hívó szava. Két éjjel szert és streamen száguldozva. Tobes Volter mindig ott van, büntet is véd a hősünk mostanában. A város fényei mögött ő kötik a baj, van mindig segít és vigyáz rán. Nem hagy senkit cserben, mindig megvéd. Tobes Volter az útőreit terjed. Volter az úton, a sebesség a hívó szava. Két éjjel szert és streamen száguldozva. Tobes Volter mindig ott van, büntet és véd a hősünk mostanában. Szól a rádió, a hívás érkezik. Volter a helyszínre siet. Büntet is véd az igazság, itt vár. Tobes Volter, aki sosem hátrál. Volter az úton, a sebesség a hívó szava. Két éjjel szert és streamen száguldozva. Tobes Volter mindig ott van, büntet is véd a hősünk mostanában. Volter az úton, a sebesség a hívó szava. Két éjjel szert és streamen száguldozva. Tobes Volter mindig ott van, büntet is véd a hősünk mostanában. A városban szágul, mint a szél, KTH szerdé világában éli életét él. Mindenki látja, hogy ő a legjobb, Tobes Volter, akit senki sem fog. Volter az úton, a sebesség a hívó szava. Két éjjel szert és streamen száguldozva. Tobes Volter mindig ott van, büntet is véd a hősünk mostanában. A város fényei mögött ő kötik a baj, van mindig segít és vigyáz rán. Nem hagy senkit cserben, mindig megvéd. Tobes Volter az útőreit terjed. Volter az úton, a sebesség a hívó szava.
két éjjel és streamer száguldozva. Tóbes Walter mindig ott van, büntet és véd a hősünk mostanában. Szól a rádió, a hívás érkezik, Walter a helyszínre siet, büntet és véd az igazság itt vár. Tóbes Walter, aki sosem hátrál, Walter az úton, a sebesség a hívó szava. Két éjjel szerpész krímen száguldozva, Tóbes Walter mindig ott van, büntet és véd a hősünk mostanában. Walter az úton, a sebesség a hívó szava. Hát szép jó napot kívánok mindenkinek, tengerbét is szeretettel üdvözlök mindenkit ezen a csodálatos estén, éjszakán, nappalon, délutánon. Sziasztok, üdv mindenkinek, hello! Na hát srácok, mint látható, a felkiáltó jel nyereményjáték parancs elérhető a mai napon. Áll a jó égnek, kétszer 5000 pp fog gazdára találni, kettő, még egyszer mondom, kétszer 5000 pp. Egy kritériuma van, igazából, vagy zárójelbe kettő, fönt kell lenni a szerveren, hogy átvehesd a nyereményt, másrészt pedig a követőmnek kell legyél, itt a Twitch-en, itt a nagyban a Twitch-en élted, be kell követni. Egy gombnyomása mindjárt van. Érted? De gombnyomása mindjárt van, kétszer 5000 pp, tehát a mai napunk két nyertes lesz, és drága kedvesemnek a méltóság teljes, nagyon kedves felajánlásából egy Fallout 76 kulcsot is lehet elvinni, amit még nem sikerült megtárgyalni, hogy az Xboxon aktiválható, vagy az Xbox applikáción, ami tudjátok a Windows alapból ott van, és kell aktiválni. Szerintem ez. Ott dolgoznak közben az emberei. Nagy munkások, üdv a munkásoknak innen, kellemes import-exportot kívánok. Üdvözletem mindenkinek, így van, szóval áldassék az Úr Jézus Krisztus. A kétszer 5000 pp, most nem tudom, leszpoilerezhetem-e, hogy kinek a szervezésében van, úgyhogy még nem teszem meg. A Fallout 76 kulcsot pedig a kedvesemnek köszönjétek majd. Először, majd amikor azért többen vagyunk, hogy jó sok ember kaphasson esélyt. Egy olyan 30-40 nézőnél nekiállunk a sorsolgatásra, kérem szépen. Először a 2x5000 pp ponttal fogunk kezdeni. Ugye két ütemben. Aztán pedig utoljára a Fallout 76-os kulcs lesz ki doborintva. Szevasz Ádikám, szia-szia! Örülök, hogy látlak. Rég beszéltünk, rég hallottam felőled. Az a Disable Speed Radar, ez a trafi cuccot, jobb oldalt, hogy lássam, hogy ki mi ment el előttem, mögöttem, meg hogy mennyivel. Csak szolgálaton kívül is bedobja, aztán én ilyenkor mindig kikapcsolom, mert ilyenkor szeretek csak a BMW-vel törődni, meg a tájjal. Ön egy órád, én nagyon szépen köszönöm, tényleg most látom, egy órával ezelőtt. Szia Torexem, szia! Üdv mindenkinek! Látni a látvány látványát, így van. A gyönyörű szép olajzöld, frissen lefosott BMW-vel. Nem tudom, nekem tetszik ez a szín, én őszintén megmondom. Lehet, hogy sokaknak nem jön el, de nekem nagyon tetszik. Kis xenonizzókkal, igényesen. Nem, ez nem egy M4, ez a BMW 5-ös széria E34-es verziója. Azt nem merem rámondani, hogy M5, mert szerintem ez nem az M2-es változata. Bár lehetséges, hogy ez az M2-es. Vagy M5 E34, vagy E34-ből az 5-35, valami ilyesmi. Annyira nem merültem el benne, őszintén megmondom. Jó vagy, youtuber, semmi baj, hát van ez így néha. Úrékú, akkor az így lesz megcsinálva? Jó, akkor bocsánat, akkor nem úgy lesz megcsinálva.
Igen, ezt nem egyeztettük előre. Jó. Akkor úgy. Úgy. Akkor bocsánat, nem az a sorsolós verzió lesz, amit én mondtam, hanem az, amit a Réku írt ki. Akkor az én sorsolós verziómmal pedig a Fallout 76 kulcsot lehet majd elvinni. Hát akkor ez így szopul lesz. Nagyon oda kell figyelni a chatre, meg a streamre. Hogy Réku mikor löki be. És amúgy én fogom aktiválni, mit szóltok hozzá. Beaktiválom az 5000 pontocskát. 5000 pontocska. Na, az jó YouTube-ben. Egy jó kis izé. Kerítésszaggató Erdélyből egy literrel köszönöm. Így van, Erdély elfonyát. Egy literes üvegben. Olyat én is kérek. Erdély elfonya. Literes kiszerelésbe, üvegbe. Ehetőt. Hát én, akkor a Linának ehető verziót, én meg az iható verziót kérem. Igazából na, a rendelések le vannak adva már. Na hát ez egy jó kérdés, Ádikám, de hát ezt neked kell tudni. Én a szokásos helyen vagyok, de jó retkes a kocsi, mint a jó isten. Mintha bazd meg... A legundorítóbb utakon mentem volna vele, és végig főúton jöttem. Az nagyon csúnyi, szegény így. Fú. Is szeret. Jó, nem figyel. Azért mekkora dzsigolót csináltunk a Dobes úrból. Új ruhapak került be amúgy, azért nézünk így ki. Nagy Louis Vuittonos övcsat, azért kötelező. A szokásos mokaszín, fekete mokaszín, ugye fekete övhöz fekete cipő dukál, ezt érezzük meg. Mármint ilyen elegáns öltözetnél ugyebár. De csináltam egy Troger szettet is a BMW-hez, csak úgy mondom. Figyelj oda, azt figyeld. Úgy. Oda néz. A Troger Dobes bazd meg, az igazi BMW-s. Maszkónaszi, atléta, aranyúra, aranykarlánc, Adidas cipő, jó napot. Hát ez egy BMW-s. Nézd meg. Hát nem? A bicepszeim olyanok, mint a szervisszámlám. Na, jó, leálltam. Mert amúgy imádom a BMW-t, nem akarom rúsztolni a BMW-seket. Itt meg az új Marshall set, azért már csibészebb, jó néz ki. Gumibot tartósat választottam direkt, mert úgyis mindig gumibotozok. Amúgy is így nézek ki én, te mekkora egy köcsög vagy. Nincs is ilyen szettem igazából még, amúgy, de majd akarok venni egy jó Adidas szettet, szóval rátapintottál a lényegre. Dobes volt el 10-8, szép jó napot kívánok mindenkinek. Szép jó napot. Hoppá! Szevasz! Szia! Te jó nézel ki, úgy nézel ki, mint aki éppen bevetésre megy. Az ilyen bevetési? Nem teljesen. Így már bevetési. Ja, értem. Egy személyes hadsereg. Megvan a fekete Supra. Hol van? Alfa 66? Megyünk? Dokásos? Látjuk. Mi? Nem hallok a rádiótól semmit. Megyek előre. Már értem, hogy nem Alfa. De. Nem az volt, de gyors ajtó mehet be. Hanem. Alfa az parancsnoksági tagot jelent. Parancsok... Szia! Te munkaróan van? Te most komolyan beszóltál? Scarlett, te vagy az? Scarlett, te vagy az? Igen, én vagyok. Látod ezt az anyukás szettet, öcsém? Hát amúgy... Hát eléggé. Ez ilyen kismama köpeny. Igen, jön a következő bónusz, vagy mi lesz? Nem, több már nem jön. Ment autópályára. Akkor felemegyünk. Bezárt a bónuszgyár végre. Igen. Fénykel kukás melló előtt. Hát elég is belőlük. Bónuszgyáros kisiparos. Az biztos. Azért a bónusz apukára ránézzék. Hát... Biztos, hogy már tenyészbika. Elment tenyér. Ja, értem. Na jó, van, megyünk tovább. Most halljátok, én is felveszem. Akkor mindenki legyünk Edemnek? Hát, ja, mert ugyanúgy
Hát na, akkor gyerünk. Nem vagy parancsnokság itt. Na figyelj, majd kiderül. Megyünk tovább, megyünk olajfúró tornyok fele. Minden nagybetűvel érsz, remélem. Persze. Visszafordult. Akkor jó. És a végére mit írjunk a 66-ot? A USM? USMS. Azt is végig úgy írtam, hogy nagy U pont. Nagy S pont. Nagy M pont. Ja. Persze. Cashmallow fele tart az üldzés. Na várja. Hoppá, már csörgetnek is. Kapásom van, szia, szia. Várjátok már meg, Ricci, mindjárt. Megvárunk, jó, gyere. Jó, gyere. Gyere, gyere, szia, szia. Jöd a Scarlett is. Bazzeg, várja, Scarlettnek szólok. Visszafele megy, megfordul maguk felé, kollégám. Ha hallod, hozzám, mert nekem is lőszed, Ricci. 45 ACP-t. Sőt, nagyon egyszerű, ne kelljen sokat cipálnom, gyere ide. Van nálam még egy százas, annyi gondolom csak elég. Egy százas. Persze, bőven jó, kösz. Hopp, ebbe is van, a legjobb barátunk. Az SMG-be is van, a biztonság kedvéért jó van. Bementünk. Azt mondja, Ram TRX. Hunter 2 nem elérhető. Gábor, nagyon szépen köszönöm a követést. Jelvé, nálunk van? Na, jó van. Kásunkra felálladunk éppen. De nem tettük be. Lövedékállót is hozzá nekem. Igen, az volna a kérdés. Kettőt, kösz, cseh. Erősítést szeretnénk kérni majd még az üldözéshez. Valami jó, gyorsat hozzanak, kollégák. Hallod, Scarlett, van nálad ennivaló? Úgyhogy adsz nekem is belőle? Miből? Ennivaló. Ja, igen, van. Etess meg. Csoki tojás. Dobd be a kesztyűtartóba, tök mindegy, hogy mi van. Tényleg, csoki tojás még van nálad? Van még, vagy 70. Azt a kurva, te mit csináltál? Csoki tojás szedtem. Édes jó Istenem. Látra, izé, cseburekbe, tojás tartóba állnak, teli van. Az komoly. Számát tudjuk. Pozitív. Jelzett a GFG-603, nem? Tonyás. Tonyás és Tonyási. A hátsó kereső bejelzett. Vigézi, köszönöm szépen a követés. Valószínűleg mögöttünk van. Na, megjött a... Tiszteletem. Szia. Csak baszd be a kesztyűt a adóba. Nem menjünk inkább golyóállóval egyébként? Mivel? Milyen golyóállóval? Nem vagyunk visszavatosok. Mi férfiak vagyunk. Férfiként halunk meg. Tegnap... Keresünk egy szubtelt, GFG 603-as a rendszáma. Tegnapi nap. Úgy volt, hogy senki nem Edem mehetett. Edem 610-nék. Mindenki csak golyóállóval mehetett, és csak konvojban közlekedhettünk. Na ja, azt tegnap estig tartottam, eddig Leo nem adta le. Igen. Mi a fasz történt? Az komoly. Valterem, hogy te alfa egység vagy, ha Lieutenant Colonel már alfa. Akkor jó van. Nyugtáztam. Na, mondtam neked, bazd meg. Írd át alfára. Alfa 66. Pirosok 5 percen kifizettek. Nem vagy vezető. Fasz nem. Megfenyegették a rendőröket, hogy fejbe fogják az összeset lőni. Kik voltak ezek? Pirosak. Na akkor ma kicsit bepirosítjuk a dolgokat. Igen. Virzint fel, Loren! Egy gyereknek letartam a fogát. Csak adják ki a parancsot és visszahozom a stázis énemet, amit ott tanultam, bevethetjük. A körmeit egyesével fogom feltépni, hogy beszéljen. És aztán meg is etettem vele. Sziasztok, üdv mindenkinek! Ja, jó hangzik. Kis vacsora, finom, szenteled el. Bolond futó. Ja, az nem Karim futó volt, azt hittem Karim. Mi a helyzet a Ferrari-ddel, Scarlett? Szopjon le! Na? Sehol senki, semmi. Szia, de...
The King. Kérlek szépen, itt kell lenni a cseten, figyelni kell, nagy erőkkel, mert a Riku fogja beküldeni a TP kódokat. Egy számsort és számból betűkből álló sort fog beküldeni, és azt itt a szerveren az F4-es billentyűvel tudod beváltani. Igen. De azt mi van letiltva? A tűzoltó is el tud látni. Tűzoltó is van. Igen. De mit tud ellátni? Téged, ha sebesült vagy. Az igen. Ja, hát mondjuk ez így működik, igen. De neki viszont kötelessége az, hogy ellát, utána pedig kötelezően meg kell vinni a kórházba és ott hagyni. Aha. Azt hiszem így van, vagyis legutóbb így volt. A izéket várom már. Az csúnya dolog, youtuber. Azt én is. Most van három munkásunk, hárman kamionoznak egy időben. Az egyik társadalmas már ki is kellett tenni a cégből. Mármint a boltból, mert nem engedett annyi alkalmazottat, amennyit kellett volna. Ják, itt van nálunk a Supra, nyugati baloknál, erősítést szeretnénk kérni, megyek a színó felá. Erdemült 72 elindult. Mi van? Banktól a színó felá? Meg is szült a kontaktot. Jó. Azek az hogy? Nem megteleportálók, ezt hogy azt a nyugati banktól jövő kasinó. Szer 2 tudna menni. Sem erre, nincs kontaktumát. A nyugati bank az nem lehet, hogy a nemzeti akar lenni? Nem tudom. Hunter 2, 1098. Ment autópályára? Lehetséges. Hú, öcsém gyerekek, hát én már kaptam egy GTR-t az a Viktóriával, ne szórakozzatok már. De nem bírt le, hogy mi a csöves. Már működik elmentek a tűzoltóság, nem tudom. Én csak látom, hogy létrehozó frakció, meg ilyenek. Szerintem fokozottan figyeljünk az autópályák, de hát, ha ott van most kint. 14. Bebújt a patkányukba, ők mind azt csinálják. Ne, hát a patkányok mire a helyükre mennek, így van. Mire van a highway patról? Az autópályán sosincs ott, ahol kéne. Már volt. Az előbb jöttünk pont Sandy felől, aztán volt kint egy... Megint szóval egy csúró izét benzinszállító. Az igen. Ez olyan, mint a tegnapi mentés, bazzaj. Kihívtuk, az felborult menet közben. Én ezt terem, dobas volt egy tűzoltós naptár. Soha. Hagyjuk a francba. Felnézzünk ide a hegyekbe, hát ha fölment. Ez szobdával csak nem, de... Annyi esze nincsen. Azt mondod? A rendszámtávat is vegyék figyelembe. Mert már volt olyan eset, hogy... emiatt buktunk. Rendszámról lehet kérni egy ismétlést? GFG 603. Ízé, köszönöm. Nem jegyeztem meg. GFG 603 vagy valami ilyesmi. A 603-at látunk. Na, megvallja a Supra 2. Ha 603, akkor ő pit aktív. Igen. Propaci Joe a neve az új embernek a kocsi tulajdonosa. Propaci Joe. Mondjuk ez egy jó lenne első ilyen IRL terméknek. 2025-re egy ilyen félmeszteren dobeses naptár. Nem baj, ezt ücsögetem a legalább. Erre 52 felrejt egy gépjárműt igazoltatni, autókereskedés elszemben. Hello. Jaj, fú, de retkes lesz ez a kocsi, mire leírünk innen. Majd lemossa itt Scarlett is azt. Hogyne. Bikiniben. Az komoly. Hogyne, igen, pont, igen.
Még valami kívánság esetleg? Hát, kívánság utolsó nincsen. Utolsó kívánság, utolsó. Utolsó, pont itt a gátam, az utolsó. Ez a módja, kicsit hülyéjön ki. Tessék legurni a gátot. Én egy ezredesi rendfokozatért hallgatok természetesen. Nem, Johnson, nem engedem. Találkoztam az alkalmazottjainkkal. Na, csodálatos. Én csak az egyikkel. A Tony Sopranoval, meg az újjal. Normálisnak tűnnek. Én a Tonyval, meg a Marius Darius-szal. Aha, vele nem találkoztam még. Bár őt is láttam, ő is neki kell dolgozni. Hát, ők az alkalmazottjaink. Ha basszak, ne, hogy mondjál, ajándéknak, ha nézd a fogát. Ki a Félixen? Eddig semmi különös. Kém, de hát legalább vannak. Nem figyelem, hogy normálisak. A csávóra rögtem, aki odajött, hogy ő fel akarja vásárolni a boltot. Az a De Luca Santiago. Sebastian, az. Sebastian, rögtön. Valami ilyesmi, igen. De Luca Sebastian. Mondtam neki 120 millió dollárt. Ott leesett az állahoz, de azt mondja, hogy amilyen hülye össze is kaparja. Na hát akkor sok sikert leszünk. Figyelj, hogyha... Amúgy azt mondta, hogyha megszerzi a Vanilla Unicorn melletti boltot, akkor arra elcseréleme. Hát mondom, még szóba is jöhet. Az a baj, oda szaring exportálni. Szarmászkálni, igen. Vagyis importálni, bocsánat. Ott nagyon rossz, mert ugye messze van Sandy is, meg Paletó is, aztán... Egyébként pont az ilyen munkákra a Sandy jó, mert ugye közel van, vagyis ilyen... Hát igen, gondolom ő is ezért akarja. Hát tény van, hogy a városba keveset dobál. Na hát szenátor most nálam van. Nekem jó még ott kint a teljesen a keleti. Ja igen, a keleti elkerülőn. Látod, itt jön egy dicsőséges kamionunk. Nyakam merem rátenni, hogy ez ő. Valamelyikük. Terusz Laci, köszönöm szépen a követést. Ajánló azt mondja. Hát kell a pénz, nekik is, meg nekünk is. Hát ez így van, ez egy ilyen közös... Közös dolog. Tényleg a második srácot, azt a Máriuszt kifizetted végül? Nem, mert kértem Tomitól is telefonszámot, tőle is kértem ugye e-mailezésen, és nem kaptam azóta se. Szóval, hogyha ő nem fog jelentkezni, én kibaszom innen. De, mint macskát szarni, kifizetem azt, amit eddig dolgozott, és mehet a dolgára, ha esélytelen őt elérni konkrétan. Hát a pénzért nekem kelljen már keresgélnem őt. Amúgy a majd keres. Én egyszer megpróbáltam, ha onnan tudod, nem, akkor nem, hát akkor ja, tudtuk, nem sikertek semmit. Nekem ott tök rá van az a másfél millió. Most neki csak 400, de, vagy 600, vagy mennyi, de ja. Edem 572 végzett az igazoltatással, folytatja tovább a járőrt. Íznégy, köszönjük. Nem tudom, Scarlett, van nálunk magasabb rendfokozatú személy most a rádió? Szerintem Leo, Luigi... Ja, jó. Polgálatvezető egyik sem most. Nem tudom ki a szolgálatvezető. Szerintem senki. A szolgálatvezető nem igazán megy most még itt ebben az állományban, jól láttam. Múltkor elkezdtük. Egyik este ki volt jelölve, azóta gondolom nem nagyon jön. Nem. Hát nem mi nyertük, hanem a Totti nyerte a képvisenyt. Ha azt látják, hogy egységünkbe mozgunk, akkor nem mi bogat meg. Meg is beszéltük, hogy az autót alkatrészenként elosztjuk, úgyhogy ennyi a benzinpumpa, meg az üzemanyag szűrő. Most is van. Elnézünk a te boltot fele is. Ajaj. Ajaj. Megnézzük, mennyi a money benne. Ajaj. Drága Lajosom nem kosztotta ki, remélem. Na, melyik egység áll már itt? Mondom, valamelyik Highway Patrolos. Főpubliknál van a Sultan, vagy a Supra. Fekete Supra. Vettő, Hunter 1. Erre tart. Felment kaszinó felé. De a keleti autópályán? Nem tudom.
főpubliknál elhajtott, aztán úgy előtte magát, ahogy... Buszregeti belvárosba, komolyan. Illik. Hát leszakadja a PD-t, ez az egy szupra. Na majd én most megmutatom a világnak. Lehet ilyen X-szel a szupra ellen? Igen. Szólalkozik, ami nagyon akarja azt a verést. Hát, megcsapkodom én csak. Adjuk meg neki, amit szeretne. Szerintem is egyet értek. Hát kell kétre kérni. Gyakorlatilag igazoltatás közben mellénk állt, elkezdett na jó, ampert kodni, aztán ellőtte magát, és így elhajtott a kaszmű irányába. Ampert kodni? Ez nem az? De az! Látjuk a fekete szobrát, megyünk föl bank felé. Az hova tűnt? A szava le? Le van gondozat, vagy meg nem. Melyik autónak volt ilyen gusztustalan henger hangja? Szóval a fekete. Ennek a gyilvi. Kicsit kérhetnénk, hogy merre tart az üldözés? Nem látjuk, mert egyről a kettőre hirtelen lehetünk. Egy kicsit normalizáljuk a rádióforgalmat. Az üldöző, aki látja, az rádiózzon elsősorban. Nem látunk vizuált. Megvan. Ó, de még itt van főpublik. Hogy megy? Bra! Haladunk egyesban. Lefordulunk Shelton farang felé. Kérdezek, hogy a bűnlassomra való tekintete pit aktíve? Van rá pit aktív? A piros parkolóházzal szembeni... Pit aktív rá. Pit aktív, nem. Bejártott minket, hadd fog kijönni nálatok. BAM! Oh! Azt a faszom. Azaz, gyere nekem még hatszor ez az, élvezzel! Tisztelet, ki lesz-e kiszállni? Ugye fel a kecét szálljunk egépjárműbe? Elérveztek uraim, elérveztek? Lehet, hogy nem kéne esetleg basztatni a rendőröket. Jó, ide jövök, basztatja. Maga. Maga. Odáll az igazoltató egységek mellé, bepofázik. Kipofázik, beugrom, de itt hallgattam végig. Jó, semmi baj, majd ezt a kapitánysággal megbeszéljük, szerencsére rendőrbíró vagyok, úgyhogy akár 1 millióig is elmehetünk a csekkekkel. Melyik álmába? Az aktív álmomba. Úgyhogy ezt jó beszopta most. Na. Jó, rakják be a kocsiba, jogait mondják el. Aztán a cellához közelebbi kihallgatóba kérem. Jó, akkor. Még azt hiszem, hogy nem mehetünk el 1 millióig. Hogy nem? A diktatúra. Jaj, itt a Lajos. Foglaljátok le a kocsit. Azt mi majd elintézünk. Na mindjárt csak meg akarom nézni, hogy van-e benne valami, csak nem férek oda a csomagtal. Jó, kocs 10-26. Ez igen, milyen kódokat tudsz te. Én mindent is tudok. Tudod, mit tudok? 10-17, meg 10-18. Ennyi. Az a tankolás, meg a szerelés. Igen. Azt gondoltam, hogy te fejből vágod. 10-98, 10-80 U, meg 10-80 A, meg ilyenek, tudod. 10-69. Az, ajaj. Szia, hi, szia. Ez egy mocsok mondorítok. Miket tudsz te itt amúgy nem is 10-69, úristen, belegondolj nem merek be, hogy miket leművelsz te. Na Johnson, te fogod összeszedni a vádpontokat. Pozitív. Jó, már majd. Bevinnod a cellát. Majd a szója, hogy kihallgatóba vagytok. Hajtod át? Veszük a kocsit. Szerintem nem. Na mindegy, majd jön valaki. Ja. Tudnál értem hihazni? Jaj. Persze. Bőnök uram, mentőt hívják előre? Nem kell, nem lesz annyira megverve. Hát, én azért hívnék. Hajj, gyere, cellához közelebb. Negatív, most
intézkedik, kolléga. Ezt nem rakom fel. Nem csúnyán néz ki a... Igen. Kamerákat ellenőrizzem? Ha, igen. Jó. Megköszönjük számolnak ezek a kormány tableta. Jegyzőkönyvet is majd írod, Johnsonom. Hol van? Még most hozzák ide. Ja. Ja? Megverjük azért is, hogy izé késett. Hát amúgy igen, megverakoztattam a másodokat. A büdös kurva életbe már ezzel! Jöhet, Luigi. Na. Úristen, Persze, írom amúgy a jegyzőkönyvet, de Scarlett is... Így van, szenátorom. Ilyen vegyes felvágottak. Hát nem kibaszta. A kamerát? Aha. Jaj, de kár érte. Jó, te felcserlettél útközben. Mi? Felcserlettél útközben. Nem. Miért? Hol van felcserlett? Nem, most nézem a kis pedig boxot. Röviden kollégát várom a kihallgatóba. Ja, hát az... Szerintem a rossz kihallgatóba vitték, mert a Szellához közelebbi be kérdem. Szellához közeli. Szellához közelebbi? Jó, rendben értem. A kihallgatás elég, elhagyom a rádiót. Ja, most nincs modi felvétel, úgyis te igazából. De majd, hogyha szükség lesz rá, akkor gondolunk mindenki. Természetesen. Rendben, akkor kinyitom az ajtót, besegítem az ürőt. Lecsatolom a vezetőszárt az úrról. Bilincs maradhat? Bilincs maradhat, természetesen, persze. Jó, rendben. Olyan kérdésem lenne az úr felé, bármilyen személyazonosító okmány. Van-e önnél? Van. Jó, szuper. A zsebében hol találom meg, vagy megígéri, hogy jól fog viselkedni, nem fog ellenállni. Jól fog viselkedni. Jó. Első körben egy ruházat átvizsgálást ejtünk meg, addig még marad a bilincs. Bármilyen szúró vágóeszköz, lőfegyvert fogok-e magánál találni? Pozitív, egy, mondnál nem egy 8 cm-es bicska ott a bal zsebemben. Jó, rendben. Ez van kutatni. Fogadom az úriembernek a nadrágját. Megnézem, ez egyelőre tiszta. Belenyúlok a bal zsebébe. Ah, itt is van. Jó, akkor ezt addig elveszem. Nagyon jó, jobb zsebébe találunk egy kis pénzt. Jó. Találok az úriembernél jó pár telefont. Jó. Akkor a... Ha jól látom, ez egy rugós kés. Igen, igen. Az nagyon szimpatikus. Oké, rendben. De ez alap. Nem. Nem? Az a Fox. Szóval hagyd kérdezze meg, drága uram. Akkor leszed a magamra. Igen. Bocsánat, uram, mit is mondott? 8 cm hosszú a kés pengéje? Igen, igen. Igen. Hát így igen, van. Csak lenném nincsen tisztában a szabályokkal, mikrofon. Mert Amerikában 6 cm lehet a maximum penge hosszúság. Ajjaj. Vettem a vadászboltba. Hát ez szomorú. Hogy kérdezzem meg, hogy ugye jogairól felvilágosították feltételezően a beszállítás során? Igen. Nagyon szuper. Valamik jogával szeretne élni esetleg? Hát azt mondja, hogy mentős ellátással, igen. Rendben, milyen jellegű a sérülése? Hát ez kicsit itt az ütközésnél. Bevertem ott a kormányba. Hát igen, azt megkiszem. Jó, rendben, akkor Scarlettre ránézek itt. Kérlek szépen értesítesz egy mentőegységet? Értesítettem őket. Tetszik tudni, hogy miért részesítettük ilyen bánásmódban, és miért hoztuk be? Nem igazán. Véletlenül se próbált szórakozni a rendőrséggel, nem volt többszörös közúti veszélyeztetése, sebességhatár átlépése, a rendőr mellé igazoltatás közben odaállni, a zenét üvöltetni, beszólogatni neki, ilyenek ugye nem voltak. Egyszer álltam oda talán egy rendőr, az is azért, mert ismerőst igazoltatott, aztán megnéztem, hogy mi újság. Igazából ennyi. Hát értem, többször értem. Nem. Hányszor ment maga után szirénázó rendőrautó? Nem figyeltem igazából. Nem figyelt, értem. Akkor felvilágosítanám, hogy hatódjára sikerült magát elkapni. Az komoly. Hát igen. Elmondom önnek egyébként, most tényleg viccen kívül talán. Egyszer vettem észre azt, hogy jönnek utánam, de nem találkoztam úgy vele, mert láttam, hogy le vannak maradva, mondom, akkor most nem állok meg. És így másodjára találkoztam úgy önökkel, tehát... Szóval akkor azt állítja, hogy tudatában volt annak, hogy magát üldözik, és ennek ellenére nem állt félre.
hát nem üldödik, hanem igazoltatási szándékkal próbáltak utána fordulni. Hát honnan tudja, hogyha nem mondják magának, hogy igazoltatnak? Hát gondolom, ha már fejtikbe utána fordulna. Hát akkor, és mi lenne a kötelessége ilyenkor? Tovább hajtok. Nem. Félre állni az út szélére, és megvárni, hogy az igazoltató rendőr mit szeretne. Az is lehet, hogy csak utat szeretne magának, és elég lenne félre állni. Ha viszont beáll maga mögé, és igazoltatni szeretné, akkor mi történt volna? Annyira fájt volna félre állni? Vagy ettől érzi magát nagyfiúnak? Őszintén megmondom, hogy ma kicsit hiányzott az adrenalin, mert közel, hát nem is tudom, egy jó hónapja nem menekült a rendőrök, és aztán mondom, most kipróbálom, hogy milyen vagyok, érti. Na, jó, Johnson, összeszedtük a kekkeket. Természetesen szeretnéd szorozni a menekülését, vagy a rendőri utasítás megszegését. Nem, nem, azt nem szeretném. Nem. Simán meg, ja. Akkor igazából az úriember ellen a vádak az jelenleg egy rendrum, IFV és egy HSSVT a helyszínen. A rövidítve tiszteletlenség hivatali személye szemben. Ez így mindjárt mondom, hogy összegben mennyi, mert bírságot fog kapni az úriember, ha csak a kihallgató tisztán másképp dönt, vagy cella, vagy büntetés, melyik? Hát az úriembert szeretném megkérdezni, hogy leszeretné újra a büntetését, vagy a pénzbírságot választja? Legyen a pénzbírság. Igen. Akkor egy pillanatot kérek szépen itt. Ugyan nagyon nem csípem, hogyha valaki szórakozik a kollégákkal. Hát néha muszáj, uram. Néha muszáj. Én nem szoktam egyébként. Akasztom az övemről. Néha muszáj megnevelni a kutyákat! Néha muszáj megnevelni! Amikor rosszat csinálnak, a kutyák tudja mi az eljárás. Nem adunk nekik enni éjszaka. Nem adunk nekik enni estére, hogy tudja, hogy mit csinált. Maga kutyának érzi magát, hogy verni kell, meg nem enni adni neki? Egy rossz kutya? Kérdezem. Hát, ne ragudjod, de most magára nézek, előbb lejön magáról az. Oh. Igen! Oh. Akkor nézzük meg ezt. Szerintem egy kis a mentősök kaparják össze. Úgy látom maga, egy nagyon rossz kutya. Lehet, hogy nem kéne szórakozni. Mert ez nem egy vidám park, meg nem azért szolgálunk, hogy az ilyen idiótákkal törődjünk. Meg jaj, kellett egy kis adrenalin, hogy üldözöd a rendőr. Tisztában van vele, hogy hány egységet kellett maga miatt kiriasztani? Ön szerinte szórakozás? Normális maga? Úgy őszintén. Hiányzik magának, hogy Priusza legyen. Válaszoljon már, hogyha kérdezem. Minek válaszoljak, uram? Minek? Ha magával normálisan beszélek magának, az is probléma. Ha nem normálisan magának, az is probléma. Akkor magának minek, mi a faszomnak válaszoljak magának? Uha! Na, úgy érzem, hogy nem akarja ezt a tiszteletlenséget. Nem kellett volna. Szarul jár, hogyha szorozza ezeket a számokat. Nem biztos. Értem. Jó, semmi baj, uram, semmi baj. Hány hónapot kellene ülni az úriembernek? 12. Már van hívva neki mentő. Közben mentőegységünk érkezik. Hát, hogy nincs is mentős. Egy fél pillanat után érdeklődöm. Oh, készcsók, jó napot kívánok! Nincs mentős, most néztem GPS-en, elméletek nincs. Nincs mentős. Hoppári! Tök minden. Hú, ennyien voltak az üveg túloldalán? Há, hogyne! Sok jó ember. És mit láttak? Mit láttak? Hát minden. Pofá, mi ez van? Lefejelt az asztalt. A kamerák? Nem, ki van baszva. Aj, de kár. Walter? Hallod? Igen?
Annyi, hogy 90 hónapnál nem lehet többet adni neki. Azt tudom, de szerintem az ki se jönni a... Meg az a lényeg, hogy amíg nem beszéltük meg a pénzbírság sem lehet 750-nél följebb, ez megbeszélés alatt van a ti részleteknél is. Na jó, de 750 az már bőven elég lenne. Persze, csak... Persze. Csak inkább szólok, hogy tudjátok, persze, hogy többet adjatok neki. Megpróbáltam beijeszteni a helyszínen, hát hogy egy kicsit normális lesz. Jó, lehetsd el, hogy normális lesz. Amúgy a 90 hónap kijel neki bőven. Hát akkor egy 90 hónapra börtönözzük be szerintem. Ennyi, ezt a kötszert meg adjátok, hogy neki ezt nyalogassa a sebeit. Azt majd a cellába. Na, akkor eldölt ki az úriember, mit is fog csinálni. Hogy így van. Nem fog... Most akkor reméljük megkapta az adrenalin adagját. Mentőegységgel nem tudunk szolgálni, cserébe kötszerrel tudunk. Sajnos a mentőegységeknek nincs elérhető egysége. Úgyhogy kötszerrel tudunk szolgálni, és most egy 90 hónapig gondolkozik azon, hogy megírje adrenalin fröccsére a rendőrökhöz fordulni. Cserébe csekket nem kap. Az jó. Aha. Menni fog az a mentő. Leszedem a bilincset az úriember testéről. Vagy olyan sejtesem, sok volt az adrenalin. Az sok szerintem volt. Sok volt adrenalin túladagolás. Szívfasz. Nincs véletlenül felcserünk? Nem tudom. Kokabátra. Felcsert kolléga, elérhető a rádión? Sápicsába. Be kell szállítanatok. Hát akkor a kórház basszony. Jó, hát akkor. Beszállítjátok. Remélem van kedve szállítani. Az olyan magának való feladat. Hát mi vagyok én? Mentősegység. Aztán trooper. Szenyor. Szenyor trooper. Akkor jó. Akkor szállítsam neki. Felkapom itt a vállamra. Fel tudom. Aztán fel is tudom kapni. Várjál, megoldom. Jó, hát figyelj. Ha nem tudod fölkapni, akkor ez hát van. Lép. Ezek milyen gyengék. Elánk maradt a... taxizás. Aha, taxizzuk közébe. Baj az. Aztán hozzátok vissza és 90 percre zárjátok be. Ja, jegyzőkönyvvel készült? Persze. Volt vezetve? Jó, rendben. A jegyzőkönyvet töltsük fel, és akkor utána pedig Anthony ti a bebörtönzést oldjátok meg. Jó. Jó, köszönöm. Ott a Highway Patrol. Igen. Tűs kaptam. Antony, tedd már be. Jó. Jó, vegyedem akkor be, ezt nem beszél meg. Nem tudod fel, akkor válomra. Fajtad be segítő az öret. Szia Szentélem, most láttam. Látjuk az ajtót. Légutak tiszták legyenek. Jó, úgy raktam be. Hát vagyok? Felvettem. Jó, csak nézem, hogy a kollega mit szeretne. Elfogom, hát... Na egy pillanat. Egészen nyugodtan ráérünk. A fasz. Jó, az... nem fogod tudni így elvinni őt. Föl kell venned a vállalat. Legény srác. Pedig tényleg kettőt kapott. Kurva erős a gumibot valamiért. Elvérzik a gumibottól. Scarlett kisasszonyom a szárcsul és... Ja. Nehogy már. Hát én megnézem, hogy a BMW-t el tudom rakni a garázsba. Járjövök.
igen, igazából... vagy alt, vagy nem. Nem úgy alakult ez, ahogy gondoltam, pedig most megfogadtam, hogy nem jutatom Böribe, vagy azért kórházba, de nem akartam. Nem is kapott annyi. A múltkor a csávókinek vagy adtam hatot, annak meg nem lett semmi baja. Lehet, hogy alapvetően sokat kapott, Mitalá, vagy a kevés HP-ja volt. Szada az egész rendszer. Aki mostanában csatlakozott be, ott ki van tűzve egy eredményjáték. A mai napon 2500 PP lesz kisorsolva, srácok, a Riku fogja beküldeni a kódot a chatre, és a leggyorsabb fogja tudni aktiválni. Annyi, hogy majd aki aktivált, az kérem szépen a chaten jelezzen vissza. A másik pedig majd fogok indítani egy random nyereményjátékot, amire bárki tud csatlakozni, az egy Fallout 76 kód a kedvesem által felajánlva számotokra. Egy helyben állni. Hoppá! Nem visszaptele, hoppá! Elnézést! Semmi baj! Fogatosan hágni patrolos kollégám, ez kell. Igyekszem! Tölgyem, tessék levenni a jelvényét! Bocsánat, csak közben itt durva történések vannak. Ajaj! Gondolom. Még azt mondja, egy kis adrenalinra vágyott amúgy. Hát, megkapta. Az ilyenek fölbasztak. De úgy érted, Pellibe kijelenti, hogy ő csak szórakozni akart, és semmilyen megbánást nem tanúsít. Jó, nem jött össze. Nyugta, engedjék el! Hunter 1-2 darab terepmotorra vált. Remöt 72 folytja, ez a tovább a járőrt. Az MDT-ben majd azért írt hozzá a személyes aktájához. Jó, hogyha a jegyzőkönyvekben is ott van. Jó, hogyha mindenhol ott van. Aha, és a nevét elkérték? Mert azt arra emlékszem, hogy kérdezted, hogy személyigazolvány van-e nálad, azt fel is mutatta? A hívott szám pillanatilag nem kapcsolható. A rendszáma nincs fel. Hát akkor csinak ott van, de nem biztos, hogy ugye ő vezette, aki... Hát az mondjuk jogos. Szegény random, nem írnék oda valakihez valamit. Sorban el se követte azt az airom. Hopp, de jó, muci. Nézzünk el a Salierisbe, hát, ha nyitva van. A múltkor is milyen jó volt. Amúgy igen. Meghívok mindenkit egy kávéra. Na, megint arra, jó van, hát ha a fekete kávé most fekete. Ja, ez nagyon nyitva van, úgy tűnik. Hát akkor pont itt a helyünk. Kárlet, jössz? Megyek! Bolond kávé. Érted, Scarlett az menőzik a szvatos pólójában. Sze! Szegény most még olyan sincs. Szép jó napot kívánok mindenkinek! Szebbet jobbat! Szolgálják a hazát! Így van! Meg most a Salierisbált hoztuk egy kis pénzt önöknek. Ajaj! Na, az jó! Hát persze, megiszunk valamit mindannyian. Lehet utalni a 204-es számlára, uraim. Hát csak úgy nem. Hát most jobbat megért. Hát, egyszer bejön már jó. Na mondjátok, hogy szeretnétek. Majd a számlát én szeretném fizetni. De mondta az úr, hogy ő szeretném, mert már új. Ha pénzt akarsz, akkor hallgass a főnöködre. Annyira, hogy azt a 204-es számlát akarja. Na igen, uram, mivel szolgáltok? Hát hölgyeké az elsőbség. Tessék csak, Scarlett.
Szerinted mit tudok az étlapról? Ja, hát az mondjuk jogos. A kávé biztos, hogy van egyébként. Ez tuti fix. Hogy ne lenne. Na hát azért mondom. És ilyen szép unikornisos, cukormázas, cukorszúrásos, ami rózsaszín cukorszúrásos fánk esetleg nincsen, amiben eper és málna lekvár van töltve. És még valami? A piskóta vanília ízű. Ne, csak csokis van. Az nem kell. Sima piskótánk van. Az nem ér, hogyha odalóg. És vaníliás? Mondom, sima piskótánk van. Kicsit magasak az elvárásait szerintem. Csak piskóta, illetve kicsit száraz a széle. Hát azért nem száraz a széle, mert én is ütöttem, csak mondom. Ja, nem szóltam. Tehát, hogy itt vagyok. Köszönöm szépen. Ez mondjuk nem a legjobb reklám, hogy azt mondod, hogy száraz a széle. Ami azt jelenti, hogy pont most jöttem. Nem az a vendégcsalogató, nem jött meg a kedvem oda. Csak hicceltem, csak hicceltem. Egyébként nagyon-nagyon puha. Nagyon puha. Na most akkor csak-csok is van? Mi a nem, sima piskótánk van. Egy pillanat. Gyümölcs eltöltött. Most akkor majd neki jött a kocsiknak így. Jaj, nálam maradt a késen, srácok. Nem tudom, hogy csinálta. Motorral. Dodge Jamot félre nyomja. Itteni, lehet nagyobb itteni, ilyesmik vannak itt nálunk. Csak mondom. Így van, de én dohányzom. Azt ajánljuk. Azt megköszönöm. Kérni szeretnék akkor ebből a high-tech setemét. A piros marbúló, kedvencem. Százas? Szeretne kérni egy darab elég. Ahol legjobb. Százas, akkor jó. De mit kell? High-tech sütemény. Ja, adjam a hölgynek egy high-tech sütemény. Átadom a kávét. Hát nem szóval egy kicsökre. Sima feketét, igaz? Nem kértem kávét egyébként. Így ide jövök. Akkor az a ház ajándék. Jöjjön, mert tőle egy pár dobozt itt lerakom ide az asztalra. Jó, rendben. Aztán magának egy öngyújtót. Aztán magának egy 10 doboz cigit, jó? Egy síkot. Mivel tartozom? Semmivel, ház ajándéka. Aha, nagyon szépen köszönjük, nagyon rendesek. Leveszem az asztalról, meg is kóstolom. Apám Mohamed volt, tesó. Vigyázzam, mert rohadtú füstre, hogy a kollégák zavarják. És júj! Hát az vagy az ő bajuk. Dohányzó a vagon, én vezetek. Na jó, látom, itt van a dohányzó sereg. Érsz egy száz cigit? Semmi baj, semmi baj. Agresszív vagy. Hát elgond, megcsúszottál, cigi kiesett, azt el akarta kapni. Igen, jobb a szivar, úgy érsz. Igen, igen. Nem, a csuti azért jött ide, hogy elkapja a főnököt. Tiszteletem, történt. Igen, igen. Ja, semmi. Balesetek. Igen, baleset volt teljes mértében. Egy flekti néha elfér. Ja, meg én majd egy kávét szeretnék fékérni, azt nem mondtam. Csak ide beálltam a dohányzó sarokba. Flektort? Nem élek ilyenekkel. Kedves kultus úr, haza úrnak kávét. Persze, hozok. Hogy vannak a drága urak? Jó vagyunk, meg vagyunk. Egy régebbi barátom elméletileg itt dolgozik. Régebbi barátja? Így van. Így van, mit dolgozik? Tiszteletem, akkor adom a kávét. Köszönöm szépen, meg is fogom balkézve. Kurbék. Kurbék úr. Pillanat. Őre gondoltam. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen ez. Majd a számlát rendezem én a legvégén. Rendben, uram. Majd mondják, mivel jövök. Kaptam a számlát, elvileg most igen. $4000. Az igen, de mondtam, hogy az egészet én fizetem, az egész ennyibe került. Ja, hát ezt nem tudom, azt az úrtól mondja, mert ő csinálja a dolgokat, én most már csak magának adtam egy vét, ő írogassa fel a dolgokat. Jó, majd de miért fizetted ki? Hát mondtam, hogy fizetem egybe az egészet a végén. Hölgyem, íz lett a torta? Meg vagy elvett belőle? Nem a high-tech tortát. Meg hozzá cigi amúgy. De vigyázzon, nehogy a gombot egye meg. A setemény. Milyen gombot? Ami zsugorítja, illetve nagyobbítja. Jó, ez a cigi.
hogy beférjen a hűtőszekrénybe. Nem, hogy ne vessél 20 perc múlva, öcsém. Na, letadom a kávét is venni. Én majd ilyen kis izét... Oh, lerakom a csészét az asztalra. Hagyom valami jó kis akcióra, és akkor majd rákülősen eszegetni fogom. Elnézést az illemhelyiséget, meg tudja mutatni, hogy merre van. Kávé, cigaretta az. Ú, bassza meg. Főnök, hol az illemhelyiség? Így van, bocsánat. Az illemhelyiség, az elmondom neked, hogy foglalt éppensége ben vannak. Oha. Be... Hát, az problémás, mert a kávécigi az... Megteszi a hatását. Elit tapassza, mint a mörttel. Nyugodtan, bár menjen ki, kicsikét eresze ki. Hát de... Ezt, hogyha kiereztem, az... Hát igen, igen, azért nem akartam így mondani. Majd felmosom, uram, majd felmosom. Ez szépen ne jusson. Mi miért gondolt, hogy ide szorunk majd a patkára, vagy mi lesz? Nem, majd telébe küldöd a falat. Ja, nagy vécéznie kell, akkor nem szólt. Hát a kávé után általában azért kávécigikon az veszélyes. Uram, akkor ne egy olyan erős kávét, ajánlom magának a... Hát köszönöm. Nem tudom, a láttét. Az még jó. Persze, tehát még persze. Csak az nincs. Fosat rendesen, mint a terüszínűs lenne benne. Csak a színén változtat. Igen, igen. Ja, tényleg is a cigarettát önök szerzik be a városba? Így van, így van. Hát akkor én nagyon sokat fogok idejönni. Mennyi be fog kerülni egy doboz? Egy doboz, 20 szál, 6000 dolcsi. Ah, na, hát az egész olcsó. Kérnék szépen most így olyan 30 dobozt. Tényleg? Komolyan mondom. Ja, rendben. Hát meg szerencsé, hogy voltam, azt hoztam. Biztos, hogy foglalt az az illem helység? De elképzelhető, hogy lehetséges... Edem 572 fél állított egy rózsaszín Mustangot. Akkor most többenet! Jó napot! Öngyújtó, kell hozzá? Ott és tényleg magára kallantyúzta. Öngyújtó, szép izé... Vigyázzon! Jaj. Öngyújtó nélkül nem tudja meggyújtani. Mondom, addig szívom, amíg benem gyullad. Keresem a kontaklencsémet. Jaj, értem. Nehogy azt mondja, behorpadjon a feje tőle. A homlokom vagy, hogy becuppan. Kérhetek még... Akkor hölgyem, akkor nem kell magának öngyújtó? De. Akkor ez így... 302 000 dollár, hölgyem. Bajod van? Hát 50-70 dollár. Ja, 50-et kértem, jó van. Nyomod, számlázzál. Nem mond, hallod Walter, nem úgy van, hogy az így. Hát, ez már azért. Elkezdve. Ne csapjad át a számlát, meg a cigit, meg a gyújtót, aztán rohany. Ó, majd a kávémat is kifizethetnéd. Csapjuk egybe, akkor most már az egészet. Ja, az a 4000 dollár most már nem állt meg. Akkor azt az 50 cigi egy gyújtót kinek adhatom? Nevet. Egy nevet kérem. Scarlett Bones. De jó, azt a kutya mindenit. Hát azt pont azt, igen. Adom. Viszont még bevetések előtt vissza kéne menni lerakni a cigit, mert... Várj egy pillanat, nem tudom, hogy egy kicsit arra mennének. Persze. Persze. Bocsánat, elnézést. Hopp, elnézést. Csíí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 í Nagyon jó ez a cigi, mert másodikat nyomom. Nem, az asztalon tessék maszkálni. Te mit csinálsz a maszkos amúgy? Bár mondjuk magatok. Én nem tudom, már egyszer meglökdöste. Ja várjon, egy tere volt adta. Amúgy, bocsánatot kérek uraim. Igen. Amit az előttük álló kocsik az önöké. Ez a motoros végig húzogatja meg a kocsikat, csak úgy mondom. Dick, ha megverjük el, gyerek. Hát szerintem. Igaz, kihúzanottam. Szívi örömmel. Köszönöm. Na mi történt itt uraim? Motoros urasság, maga mit csinált? Tisztelet, ez most nem az első, hogy meghúzogatja az autókat. Állj oda a falhoz, kérem igazoltatásra, jó? Ha jó van, meg is a végül is nem, végül is. Leparkolta sem a motrot? Ja, nem kell. Jó, ez itt egy előre. Leszárt. Folytatja, ja, de ment a gumi. Mindegy. Alfa 66-os egy motorost igazoltat a Salinas bár előtt vége. Semmilyen dokumentum nincs a városban, de még papírok sincs. Nagyon fáj a fejem. Migrén, a front. Meg pont most ért ide a front. Na, te nem viccelek, skacó. Beindultnál a szülés. Hú, de retkes a földi. Musi keményen nyomja, amúgy. Az ember, a gerint.
Mi van, fáj a méhet? Terhes vagy? Mentőt nem hívunk. Nagyon jó. Oh, nem, meg, a szívem. Az akkor a feje, szíve, gerince. Melyik? A szívem. Én leugrok a hídról, hagyj engem békén. No, ott vagy a mélyre golf mellettem össze esve. Önök az alkalmazottja felé. Sipá! Fenyeget az alkalmazottja. Nincs ott magának autó. Azt ki fogja bevenni. Hát igen, a Fortnite-t meg se tudom. Hát menjél innen a Fortnite-a, he. Az, hogy verekedjünk, azt még Fortnite-ozik a gyerek. Mi az Isten van itt, he? Nem tudom, mi az a Fortnite. Csak esetleg nem rejtek itt valamit az úriember. Csinálom a ladával van. De... fegyverek. Hát tele van fegyverrel a motor. Akkor nincs sem na jó, van, he. És hogyha persze számít, akkor csinálni jó kárbonát. Miért tudnék? Menj, álljon vissza a fal. Jaj, de jó. Hú, de ennél most egyet. Itt Hunter 2 bejelentésnél több piros gépjármű, egy piros motor. Nem tudom, mi a tervük. Ja, látjuk. Hatóság félrevezetésére állítsunk ki neki egy számlát. Ekkor elindult. Egy NSX is itt van. Én csináltam a húsokat, uram. Uram, most már odaléphet a kollégához. El uram, én... Na, akkor megint az úrnak a számlája. Azt tud csinálni? Na, értem, igen. Az igen, az igen. Akkor a szűnapom, amikor áthívom magát, azt majd csinálja, azt adok magának 3 milliót. Hát maga lesz a szakács, maga lesz jó, a szakács. Megírom, átnyújtom. Akkor jövőre 6 év múlva hívom magát, uram. 6 év múlva, jó. Nem szép. Meg jövőre? Jó. Na. Jövőre vagy 6 év. Na jó, viszont menjünk. Akkor lesz pénzek. Menjünk, mert rablásra. Nem rablás. Minuszban vagyok szóval. De az volt. Éjjaj, az a soti. Na viszont látásra, uraim, köszönünk mindent. Viszlát. További szép. Menjünk vissza. Szia, azt a cigit, hölgyem, nagyon értékes. Köszönöm. Menjünk vissza, pakoljuk le a cigiket, aztán kimegyünk Sandybe. Most rádiózták, hogy az... Most rádiózták, hogy a 911-es kóra-nál... Megnézem ott a hangárt. Mit kell megnézni, mondjátok? Nem tudom, azt több piros autó van. A hangárban itt fekszik kettő ember, azonnal állítsák meg őket. Na, hova kell menni, mondjátok? Hohoho, darát! Utánuk! Ó, bazd meg! A cigit le kell rakni, bazd meg! Utánuk az merre van? Igen. Kértünk be Sandybe. Luigi, hol vagytok? Na mondod, rakd be az én BMW-mbe. Jó, a faszom. Ketten kiszállnak. Ketten kiszállnak, őket felelősségre vonhatjuk. Hol, merre ment az üldözés? Elmennek, elmennek. Lehet lőni egyből? Azt a kurva eget! Azt hiszem, az bereng durran. Lehet lőni egyből? Mondhatni, ha? Nem tudom, hát itt senki senki be. Tudom, nem voltam ma. Jó. Hát akkor az mennyi olyan kettő halott volt. Anyám, de kell azt mondani. Keleti autópályán haladunk. Igen. Befelé a városba. Jaj, nem vagyok rá. Keleti vagy középső. De jó, neked. Középső, középső. Berakom gyors. Saját vagy szembe sem. Saját oldalra kereti autópálya város jó. Felé. Jó, itt vagyok Kasszinónál. Átmegyek egy másik sárba, vagy nem? Rá kettő motorosok is van. Hol, ha meg vagy? Hozzok egy gyorsasági, mert a... Bazzom, mit csinálsz? Itt vagyok Kasszinónál. Itt most érünk mindjárt oda. Jó van. Mi van, tűz parancs, kollégák? Ez mi volt? Johnson a nagy segével ráment a motorháztatőre. Egy hangárba ott feküdt, onnan kaptuk a bejelentést, ott feküdt kettő ember, halottam. És ők jöttek el onnan. Hát bazd meg! Megbeszél, és oda mentem megnézni, ott feküdt két ember. Szín. Fekete színű MNSX hátul mögött. Követni. Miért bezártam, bazd meg? Egyébként blátosak. Istenem. Blátosak voltak kint. Gyere, szállj be, nincs erre idő. Menj, menj, hozzam kizé gyorsságit, menj. A döntsük el, most lőjünk, nézzük, mi legyen. Esetleg Pit? Tudjátok pitani, pitenétek. Próbáljátok Pitet, ha lőnek, akkor utána kongatunk. No, felkívül. Nem esik, még mindig követek. Megszülve. Jó. Jövök mögét, menj, állj be Eli. Merre vannak? Elé. Fekete NSX-re, figyelj, Fekete NSX-re, figyelj. Maszkma rajtuk. Merre vannak? Megnézem a Fekete NSX-et. Merre tart az üldözés? Színnél vagyunk. A Fekete NSX-e már meg elindult főpublik, keleti felé vissza.
Mondta is, hogy itt üzött. Szálljon ki a gépjárműből! Azon az... Ajjogjál, öcsém! De jól teszed, remélem fáj! Izgalmas tampnak ígérkezik. A keten esik fel, nyugati felé. Végül, beáébred. Több pisztoly a kocsi... Ne vagytok. De nem baj, volt kettő pisztoly a kocsi. Gyázzatok. Amiből semmi. Keten esik fel, amúgy mit adti? Siessetek? Pozitív. Hol vagytok, Luigi? Kálmán, nagyon siessen, nem itt áll egy fekete lambó. Ő megbolyog, menj a picsába, menj. Merre üldöztek? Átvehetem az üldzésbe az elsőjét? De hol vagytok? Hol vagytok? Elideg. Most menjünk, mi az? Kapitányság fele. Az gyönyörű az volt. Ismételtem. Ja, itt vagytok mögöttem. Közben mondom a kettő elejtővédés, akik bevitték a kettő elkövetőket. Kettő pisztoly volt a kocsiba és 54-9 üldés. Köszönjük. Az igen, vagyunk rajta egyenketten. Hát egy páran. Mi a fasz csinálnak? Oh. Wow. Megvan? Tessék? Megvan? Én meg vagyok, csak a kollégina. A további kettő darab gépjármű követi az üldöző kollégákat, akik még követik. Jó van, elkonul a kiesett a kollégina a kocsiba. Menjetek légy szíves a izék után, nem maradjatok le a motorokkal. Végig a kocsik után, az üldözés után. Fél évette vagyunk ezen a fekete mesik után. Csak rám jöttek másik két autóba. Azt engedte! Majd intézzük, a motorok ne nagyon maradjanak egyedül. Hát most pont itt lövik a többiek. Luigi, elfoglaltak! Egyik rendőr motorost előtték. Itt fognál lőttek, bazd meg, itt van legalább 10. Jó, jövünk. Jó, most eljövök onnan, de leültek egy pédi. Befutott, bementek abba a épületbe, Luigi, szokás épületbe, tovább mennénk be. Oda bementek. Mi? Ja. Oda bementek. Hát nem mennek a kús picsába, nem? Nem, majd bemegyünk be az, mert látom, hogy bementek utána, miután lőtték. Na, még egy kocsi, vigyázz! Jó, hát én most eljöttem még Izbanktól, beviszem a kolléginát, aztán jövök utána. Kell ledősítés? De lejöttek kettő kollégát, jól lenni. Kollégát. Melyik autóval mentek be? Izével, Manchester-zel. Itt egy ember egyébként. Lőjtek szétöket a picsávát, lőttek minket is. Ekkor nulla, addig lehajtom, egy helybe fog állni, amíg jön a mentős. Jön valaki, azt lövöm. Na jó van. Alexander, tíz jaj. Jó. Most ment az utolsó személyis az udvarhelyről. Kátyám úgy. Hát vagy kiment, vagy mi? Ott van még egy piros, ott van még egy piros, figyelj. Figyeljtek, ott egy autó van. Vigyázzatok, már piros autók. Hát bementek abban a házba, hát mondom. Igen, de kint is van. Na, egyből őket is. Vagy elmennek, vagy lábon lesznek lőve. Pillanat jövünk, aztán bemegyünk oda is. Csak jöjjön ki ez a faszon mentős. Jön Eko nulla fele. Lövök. Na már tonatgatva állnak be. Jó, és jöhetek vissza itt. Sok kocsin ide. Egyedül vagyok éppen. Jöttök? Nem ti jöttök. Audit is. Audit! Audit! Minden, ami jön, lehet lőni. Magda, mit ezek a lezések itt a... Bentről is lőnek, figyeljenek. Jó van, pillanat és jövünk. Basszátok szét őket, Luigi. Nem bombát tudjuk. Nem tudjuk szét. Jó, biztosítjátok a helyszínt, hozok majd bombát, hogy bemenjünk. Csak elsőnek jöjjön ki a mentős. Hányan vagyunk életben egyáltalán? A teraszról lövöldöznek, figyeljenek. Hol van, fedezékbe, aztán jövünk pillanat. Tél autót vigyek, kapok rá engedélyt? Igen, vigyeld, vigyeld. Lambo.
akkor 0-15 elmes, sietünk. Métrik, az amúgy piros formusztánkkal érkezem. Jól van, nem a legjobb swing kombináció, de jöjje. Jöttem. Luigi, fekete lambú temetőnél, megy felétek. Vagy felé, nem biztos. Fekete lambú anyagi temetőnél van. Ez is velük van. Hát te miatt mondom. Ne adjunk egy zárást a területre? Mehet. Mehet, de utána nem megyünk. 72-vel indult a helyszínre. Gyorsan intézik egy zárás, mert különben probléma lesz. Kint vannak az RK-en 3-an, lőjem őket? Lőjed, igen, lőjed! Lőjed! Nagyon, nagyon. Egy eset. Vétele. Elfenjük, Luigi. Kisbolt tetejére felmászok. Edem 572 érkezünk a helyszínre. Ó, Istenem. Eko nullás jön elmestől. Kámi nem kell, mondjátok. Tui. Szép nagy a darabá. Kintre is figyeljetek, srácok. Zárásról kiment a felhívás. Láttam, ekkonulás után. Luigi! Sík. Emlékszem, hogy mutattam neked a PD-n azt a nagy fos, tudod? Na, az hát működik okay. Időközben, megtudtam. Ezt lőnek, balzalom, második! Jövök, Audival itt vagyok. Jó, jön mögöttem még kettő Audi. Nagy körülbelül lőnek. Jó, Luigi, engedjetek be engem, elvágjuk a izét, kommunikációjukat. Fedezzetek engem, mosolj be Audival. Igen, továbbra is lőnek. Jól van. Fogjatok engem, ha tényleg lesz. Luigi. Kolom le. Elkezdik egy Lamborghini. Nem passz, tesz fel ezt a fost. Aki nem a tízesem, az nem tud majd dumálni. Csak mondom. Az komoly. Ha megvagyunk, ezek többet nem tudom. Na, most mondjátok, hol vannak ezek benne az épületben? Benne az épületben és kint lambóval. Nagyon jó, első a kintéket lőjétek szét, addig bejutunk. Jó, a második emeletem az RK-nél van egy szobában. Látom, jó, oké, hozok valami, lőjétek, addig hozok valami komoly bombát. Lehet tudni, milyen lambóval vannak? Fekete hurákánnal. Fekete hurákán. Nyugtan. Na, van valami action boss esetleg? Luigi, nincs action boss senki? Nincs. Anyuka, mögötted van két piros, egy Nissan GT-R-rel. Ajtóval mi legyen? Bemenjünk? Neki, aki piros, azt agyon lehet lőni. Jó, de mondd az ajtóval, mit csinálj, bemenjünk? Hát, ne még. Ki? Jó van. Addig kinyitjuk az ajtót, hogy legyen. Hova kell menni? Lőni. Az Audit vigyázzon. Látsz. Audi halott. Kitörte az ablakot. Jó, rálőttem. Raven, gyere át a bolt részhez! Marshallok jönnek az ajtóhoz. Nyitunk egy ajtót el. Várjál, lent is van, várjál, menjünk hátra. Nyugta, megyek az ajtóhoz. Estom, fenn van a bomba. Lambo elment alsó utcán. Jó, első ajtón, addig megyünk be. Hátul. Oldalt nézd. Bal oldalt éjtek. Még egy ajtó bevasszva. Menjünk addig tovább felfele. Na itt vagyok! Nye. Gyere. Bent nézd. Másolok fogjuk a fönti elmenet. Első szintet nézzük át. Külső egységek, biztosítjuk az udvart! Itt vagyok mögötted, Google-ban lehet. Biztosítjuk. Nézzek balra. Jobbra tiszta. Ajtó nyitva. Balra tisztának tűnik.
Egy elkövető likvidálva fenn onnan. Jobbra nézve. Nézzük tovább az épületet. Addig védelek balról. Balra az épületre, én másztam fel. Jó. Vannak még benne az épületben. Berúgunk egy ajtót, Kálmán! Hozzak bombát inkább azzal. Benézzük ide. Hát van izém. Ja, hát de bombával hatás. Akkor... Hát akar. Ezek az ajtók zárva, egyelőre tiszta. Figyeljük a lépcső hát. Nézek balra. Jaj, meg jobb. Teje! Balra tiszta. Tiszta. Még egy. Itok. Betűről lőnek kifele, okay. Figyeljenek. Még egy lesz volt ez. Oh, esett, nagyon eltalált. Erőegészség. Bombolj, piszkán. Eltalált. Gyere. Jó. Kettő, jó, egy megy. Oh, nem vagyok jó. Második emeleten tűzharcot nem veszem a régi gőállót is. Fölveszem az újat, de ezt talált. Talált felcsőre lesz szükség. Nem lehetem, senki mehet tovább. Átintve egyen följön. Itt tartok még. Fedezem a hátad, de felcsőr kell. Mindenkit lőjön. Vétét magnom a második emeleten jobbra. Az első szoba vagyunk. Vettem, jövünk be fel a második emeleten, bal oldalat megyünk. Kurva élet a karomba, az meg. Ti másik emeleten vagytok? Itt nem látok senki. Várj, bekötözöm a sebe gyorsan. Jobbra egyből lesz egy folyosó, és ott jobbra az első szoba. Jaj, ti vagytok. Ajj, rakok rá egy szorítókötést. Ott van bent egy. Egyet itt tartunk. Én megyek balra, valaki jön meg és menjen jobbra. Jó, én bemegyek. Rakok a vállamra és egy szorítókötést. Menjetek. Talán nem fogok elvérezni. Érkezett egy fehér Lamborghini Huracán. Senki dobbi gyümeltünk vissza. Hurákára legyen. Ah, faszom, de fáj a karom. Érkezett egy kék színű gépjármű. Van felcsere helyszínen? Nem van zárva a terület. Nem hinném. Előbb még nem volt. Fasza. Az előbb vigyázzatok, meg lehetek. Pincét átnéztük, Luigi. Vagy nem? Legfős sem mered tiszta. Legfős, oké, de pincével mi újság? Volt teteje? Nem volt. Van pince, igen. Pincét is megtekintjük. A volt háta mögött van egy parkoló, ott vannak. Vettem. Két piros, három jó. Piros és egy fehér színű. Jó, még egy csukott ajtó. Gyere, kikísérlek, gyere. Jó, kösz. A bolt mögött egy kommandós összeesett. Nem, most esett össze egy kollega. Még mindegy összeesett. Sárnak hátuk feltett a közétér. De amúgy ez lesz majd a... Erősítés kérek hátulra. Nevetés. Ez lesz a bevetés is? Aha. Na, jó néz ki amúgy. Egyet már összeraktam amúgy. Csak nem ilyen színvilágban. Egy pirosra rá látok lőhetem. Hát inkább ilyen zöldre. Lőjjetek! Persze, amúgy jó. Mindenkit lőjön le. Kérkezdés! Jó, oké és... Külön bolt mögött. Nyitottak. Jó, mindenki, aki piros lőt, agyon! Tette fel Scarlett-et köz. Lefegyverezték hátul pirosak. Vettem. Jó, egy megy a következő. Ez a kocsi az nagyon közel van, vigyázzatok. Vártok. Lent megyünk az utcára. Fordítsa, hogy a kocsi alatt. Maradok. Milyen ruha nincs? Célautóval intéz. Amúgy érzek, szükségem lenne egy felcsőre, hogyha van. Minden ajtót nézzünk át, lent. Hogy a viharban el lenne, hol van? Jobb nézve, bal oldal enyém. Itt vagyok az objektum bejáratánál, guggolok a fal mellett. Megyek. Jó, még négy csukott ajtónk lenne. Kanyak vérzek, bazzik, nagyon. Négy csukott ajtót kinyitjuk a nullt. Scarlett és Anthony elesett. Jó. Na, ott is kijön, csak átnézzük meg az épületet teljesen. Itt vagyok, igen. Ellássam, vagy el tudja magát? Hát, láss el, kérlek. Próbáltam rá szorítókat és sakni, de még mindig vérzik. Hát olyan két autó van. Sokkal többet nem tudok fájdalomcsillapítóvet be. Jó, oké, rendben. Hol találtak el? Alul négy ajtó. Szerintem bal karomon érzem. Bal karomon, jó, úgy felhúzom. Aha, jó, hát ez így súrolta, igen, eléggé. Jó, hát ezt fertőtlenítésre mondta. Akkor már csak a bolt nálam, ugye? Kötözöm. Ja, akkor jó, akkor nem fertőtlenítésre. Közben segítek. De majd kell menni kórházba. Persze, az akció után azonnal. Vérzés sajnos ennél jobban nem tudom elállítani. Ha bízunk benne, hogy elmáll. Igen. Mert az előző kötést átvérezte, az volt a baj. És kicsit itt maradok, nézem. Jó, kell még fájdalomcsillapító? Hát nem, kezd hatni, már jó, kezd csillapodni. Mondom, jó, marboló. Az van. Jó, ahogy van, szétnézünk még.
Én is azt csinálom. Ja, több minden nincs rá, de mizét tudok még adni, hamburger. Ó, de úgy látom, nem vérzem át. Jó, kis. Akkor megyünk lőni. Jó. Au, akarom, bazd meg. Aj, megfogom lábát, fölveszem vállamra. Na most az út elvállalta valaki az action-t, vagy senki? Senki, bevenem az ölembe. Na, gyere. Sebesülteket elkövető, tudjunk van lényegtelen, egy hely legyen egy gyújtó az épület előtt. Várjál, fölrakom a hátamra. Jaj, hoppa. Nem, nem. Többi egy ugyanabb, becsapcsolgé tetőkön bújjunk el, fedezzük a helyszínt. Nézzünk szét, addig, hogy még jönnek külsős. Hozok le egy sérültet a tetőről, hova vigyem? Épület elé. Egy helyen legyen mindegyik. Itt az egyik már elment. Jól van, ami még van, azt hozzátok. Lerakom, ide szépen lefektetem. Megyek az úton, fedezzenek. Kemény nap. Hát ja, én szépen rakom össze a ruhákat, ezt az egyet Andrew-val gyorsan összeraktuk. Sikerült elállítani a vérzésemet legalább. Betűfele valaki tűntök, megnézzük. Nem tudom, mi van most az FPS-re, kicsit bevonásra itt. Amiről kicsit jövőn, addig elmondom, hogy a járőre megjelentek, az válszabadon választható. Az nekem ez. Ez viszont ez fix lesz. Jó, semmi baj. Na, hagyja, hogy nekem a maszkhoz más lesz. A kurva életbe. Tessék! Nem, az egyik tetőt. Ja, Luigi, itt kéketnél. A kékek is megint, basz meg, mi az anyámat lőnek? Miért jó, szólnak sem bele? Nem baj, hozzunk egy helit, úgy, hogy mindenki menjen vissza az épületet, hát, amíg nincs. Hát, bemenjek, basz meg a kocsiba, kiírtam ezeket, és hát... Alegás, biztosítsuk be az udvart! Igen, Luigi, menjetek vissza, hozzunk egy helit, együtt oda megyünk majd. Biztosítom. Fekete lambó, mit kivonnál valam, hogy Luigi? Telefonos mellett az úton, a lépcsőnél. Ott van valaki. Golyóálló autó, nem golyóálló autó van, ne jöjjön be a golyóálló raptorra. Látom a szemét, rádiózik. Tegye fel a kezeit és te rádiózzon! Tegye fel a kezeit, most álljon meg, tegye fel a kezét! Hozzunk egy helyt, mivel az még nincs. Föltett kézzel induljon el a lépcső irányába. Fixen lőttek abból az épületből, Luigi? Menj a lépcsőz! Bebe, menj a lépcsőz! Bent össze nem mennek. Ismétel. Úgy éppen mennek be. Jó. Kékhez. Jó, ha becsukják az ajtót, hozom a bombát. Bebe, vedd úrizetbe. Igen, bilincsed. Szegény Riku. Az óra elmondása szerint most érkezett városba. És én ezzel mit kezdjük? Lucky. Ez is helyszínén van. Küldjük el, nem? Hát... Szerintem mindenféleképpen egy... Hát ha most érkezett a városba ő, akkor... Megvan, gondolom, itt ébredt a... Ja, most javaltok egyet a kollégáknak, hogy az urat küldjük el a helyszínre? Légvidálva! Lőtt, nem vagy te? Hát igen, lőtt. Jó van, van még valaki abban az épületben? A tetőről szedtük le a parit. Most jöttem fel, bazd meg, azt már egyből elkapnak a semmiért. Uram, normálisan kommunikáljon, kérem, hogy lezárt területen tartózkodik. Ha nem megy el, uram, itt, uram, és itt hagytam uram, a város tegnap. Le van zárva a terület. Át fogjuk utadni a ruházatát, amennyiben semmi illegális nincsen önnél, akkor elengedjük sértetlenül. Ebbe beleegyezik? Nem. Miért nem? Nem szeretni. Akkor viszont elrendem a Fox 1-et. Akkor viszont előállítjuk és a rendőrségre visszük. Merre vagytok Fox 1? Lehet felünk beszélni. Vigyázz meg ki Fox, vigyázz alam. Volt a razzia? Nem. Nem. Nyugta? Nem. Hol lőttétek le Luigi? Menne tettő. Melyik tető? Luigi, gyere zárj rá az autóra. Egy tetővel odébb. Várjál, látod hova fogok lőni? Lőj egyet. Látom. Sok lövés sem jóság. Megjelent a Lamborghini újra. Jövünk. Jó, lehet lőni, hogyha nem megy a... Nem tudom lezárni. Jó, hol van pontosan? Az urat vigyétek tűzfedezékbe? Bolt teteje. Bolt hátam mögött lévő parkolóba ment a Lambo. Lövik a helit.
Eko nullásnak a bal oldalán van 4 autó. Eléggé sok személy. Menjünk szerintem, derítsük fel őket. Itt folyamatosan. Jelvinyed, jelvinyed. Pontosan heli alatt vannak, lehet jönni és lehet őket lőni. Jó. Kollega, jelvin. Tom, jelvin. Jelvin, jelvin. Sütettem őket, K. Pozitív, egy fő pont adattunk, lehet lőni előtt mindent, lehet lőtt minket. Beült a kocsiba. Erre fog jönni, erre fog jönni. Erre fog jönni, igen. Alatt vannak, vagy mi? Kizálva meg volt. Igot. Kizálva intéztük. Kocsikat nézzétek át. Eko 0-esedik vissza, mi az épülethez, megnézzük azt mi újság. Ja, bocs. Helikopterrel mi történt? Most lett leforgalmazva, mindenki menjen el az épület bejáratától, mert a helikopterrel lesz valami. Már minden helikopter felrobbant. Hú, te. Zárva, természetesen. Kollégák, merre mentek? Benézek a kisztitartóba. Lesz piros a telefontechnikus alatt lévő publikba. Körülnézek az opá. Mi történt? Jézus. Szerinted egyet találhatsz. Megint támadás van? Nem. De faszol. Az komoly. A kérdés sem közepén. Csönnek kicsit fiúk, lányok. Kiveszek mindenkit, jó? Elé volt állni egyesével, így szemeket mondjatok. Ryan, az ne tudom, hogy... Az elsőbség. Mi legyen velük? Vagyek előre. Megálltak az utca sarkon forgolódnak. Nincs mit. Én ezt a tölövést láthatom. Itt a telefontechnikus alatt egy piros Flowrider. Na mondhatjátok, aki előttem az, hogy belőtt. Ryan Zafar. Megvagy. Következő. Dobj egy CH-val, Walter. Segítek, itt vagyok. Jó, te meg tépjél velük a főpukba, jó? Dobj egy Walter, CH-val a végén. Aki de, megvan az jövőnek azt csinálom én bring el időket, az is jó, ok, jó. Azt srácok, hogy megint betámadtak a manók. Egymás után csináljátok, vagy mondjátok. A Nacsinó nevében csináltak, ez szerintem szóval nem a Nacsinó volt. Ja. Piros urás futkározik, aki a, vagy egyik, ami a Lowriderből kiszállt a telefon. Hogy a fél állomány az meg most ott van a börtönben. Aha. Akkor tényleg sárgoszlak. Matté, meg vagy? Itt. Ja, meg vagyok. Véletlen volt. Hát jó volt ez. Ja, nagyon fentünk. Gyors volt. Gyorsan letudtuk. Nem tudom, valami... Rólatok le lett véve? Igen, igen, igen. Azért állunk itt. Oké, akkor visszaköl titeket. Nem szeretnék. Attól még itt folyik az olyan, érted? Igen. Mati. Addig nem nagyon kéne folytatni. Hát de ők meg fogják. Amúgy, ja, az logikusabb, leraksz egy iskolabuszt. Valakinek van kajára. Ezt csak 10 embert vissza. Gyorsabb, hogy te ringel. Ilyen, mert mindjárt visszajátszunk. Szület. Várjátok, ha kérjük egy buszt. Szép busz. Kettő ilyen gyorsó bolt hátam mögött. 15 hónapot csak úgy engedheti. Nincs is sajnos. Fedjenc járat. Várja, várja, mindjárt adom, várja. Vagyunk a bokornál, ugye? Beszállás. Na, be se félünk, bazd meg. Dehogy nem. De még. Ez jó, hogy kód kérdezik. Hátul, hátul is szálljátok, hátul is szálljátok. Hátul. Még mindig? Már nem tudják, nem mindenki. Mi is azt mondta a szemmel, faszoltó? Jó, igen. Szerintem most lett tele. Hallok, szerettelek titeket. Nem még egy ember betudom. Követlek. Tudj, haló. Jézusom, valahogy kizottuk tényleg. Itt van az egy piros útkörözött a bizentornónál, meg kurakánál. Oké, akkor indulunk. Megtelt a busz. Kössétek be magatokat azért. Be vagyunk. Volt mögötti parkoló részen egy fehéredes kicsit hozzá. Hoppa. Hoppa. Jaj a fejem, jaj. Jaj a fejem, jaj de fáj. Úristen, ez a barát. Köszönjük. Azaz. Jaj de gyór. Ez ilyet többször kéne alkalmazni. Mindenki már. Ryan Zafar itt van, rádió. Viszont a kubáló. Rendőrbíró úr, pont ön kéne nekem. Igen, mert? Mert van egy úr, aki nem ér egyet a vál, nem ért egyet a vállaival. Így állt. Jó. Majd, hogyha végeztünk ott a pirosaknál, akkor igen. Menjünk vissza. Igen, na most vissza kéne menni Bláthoz. Merre mi vagyunk? A izője fele, a mentős fele. Ott megy a bokor mögött van, ott lövöldözik fentosan. Engem valaki el tudna vinni a rendőrség? Itt a bokor mögött a sarkon, itt a sarkon van a bokor. Itt személyes. Igen. Hát bocs, ez a busz elment. Itt.
a mentősnek biztosítsunk egy helyszínt, ahol tudjál látni a kollégákat? Itt valaki fél tudna venni fél publiknál? Nem aktuális, merre van a kilő? Ez az egy baj van ez az autó, úgy csúszik a kurva. Hát a szép nagy csinókám, semmi baj. Ez van. Az egyik sarokból. De legalább menő. Az. Jó, de lehet nem egyedül az. Csak nagy kilőjenek minket. De annyi, hogy majd, ha nem gond, én a maszkot megváltoztatom, mert... Jaj. Köcök, én a helyszínre visszatérek egy ilyen Nem történt semmi. Nem, akkor jó. Akkor nem fájt semmi. Nem fájt, köszönöm a lekvárt. Azaz. Na, visszatértünk. Szerintem parkold le. Ja. Még jogos. Úgy is itt vagyunk. Jó, akkor egyelőre ennyi lövődözés volt. Pozitív a mentős hívjuk a helyszínre. Hunter. Ne hívjátok. Hol tartottam? Hát... Igen. Ha ez a far, itt van rádión? Igen, megyek a rendőrségre. Épületet teljesen átnéztek? Pozitív, minden ajtó ki lett nyitva, sehol senki nem volt, egy likvidált elkövetőn kívül. Egy fekete inges bácsit elengedünk az épületből, engedjétek elmenni, elküldtük. Sziaszt az autó. Garázsomba. Ja? Mennyi jó. Pács. Féld. Mission failed. Bontunk? Szerintem még egyelőre nem. Mindegy, addig lezártam a kocsit. Ő lett elengedve. Rendben. Jaj. Van meddig a háznál? Van. Majd lenni te kedves sebesült elkövető az épület előtt. Hunter 2-10-20. Itt vagyok, kapitány. És a Lamborghini nagyon itt körözget. Itt van az úr, akit kihallgattunk vissza a kihallgatónál. Ilyen kurva híres. Nem tudom. Itt lőne. Itt lőttem egyet. Nyugta. Hát kidobtam, mert már felbasztam. Autó fentről. Gumi. Köszönöm a hátsó kerekét. Nem kell ennyi szerintem. Nem kell, igen. Jó, ennyi, elég. És vele aztán vigyétek be. Vedet küldve vigyétek be. Hú, basszus kocs. Na jó, utána majd találkozunk vele, de most nem lehet itt egy lövöldözés helyszínén. Hát én megmondtam. Tényleg amúgy nem figyeltem ki, ment már az első kód. Autó lentről. Jaj. De elmegy. Most nagyon nem tudtam figyelni semmire. Ez a fél órás bevetés. Lőttek onnan, abból? Ki az ott? Nem. Legyel, csak bement a garázsba. Lamborghini-ról jól láttam piros. Úgy valaki a boltfalon. És lőttek is belőle, jól hallottam, jól éreztem. Lehet. Álljon meg! Van-e valami a közelemben? Van esetleg elérhető rendőr? Uram! Egy lezárt területre jött be. Miért jött be ide? 14. Én igazából csak el akartam haladni. Nem tudom kivenni autót. De nem lehet áthaladni. De Huracan egy menjen, jó? Jó. Michael, a Samuel Pooper 10-10. Nem tudom, hogy Huracan valami lambó. Igen, nincs egy gépjármű itt kinyitva esetleg? Elküldtem a személyt a területről, és rendőrbíró van a rádió, miben segíthetek? Az autót elvihetném? Nem viheti el. Nem vihetem el? Nem viheti el. Ó, rendben. Viszlát. Viszlát. Piros lowrider, nagyon körözik. Piros lowrider. Ó, gumit lehet tűnni, hogyha visszajön megint. De megy valószínűleg a parkolóházba, a hullákhoz. Gyertek, a tolzs nyitva.
Itt nem parkoló, ez megint parkoló. Bolt mögött. Omi, ösz? Ja, már így kiment. Hú, bazeg, és ki lett a nyertes amúgy. Jó, hát nem figyeltem, basszus, hogy ne izéljetek. Én itt játszok is közben. Jó, loptunk egy kocsit, úgyis jövünk, hova kell menni? Mi is loptunk egy kocsit. Jó, hova kell menni? Hoppá, itt egy kocsit. Hát vissza, nem? Megállkat. Az autóikat azért csak feltörjük. Jó, majd még kettő, egy kocsi, kettő fővel benne, ezért elküld. Csak elengedtem azt a szerencsét. Nem tudom, minek jött vissza, már egyszer el lett engedve. Elküldtük a kocsit, hogyha megint vissza, mert mehetek el gumit. Felszólítottam háromszor, érted? Persze, hogy értem. Azonban ilyen emberek miatt tartunk. Ja, jó van, bazd meg. Jön egy kocsi déli oldal. Jaj, szenátor, gratulálok hozzá. Bocsánat, tényleg nem figyeltem. Mehet neki a gumilőjét. Jó, egy lyukas ment. Lehúzódott. Tehát vett elő, előre hajolt. Tényleg még egy lyukas. Láttam. Jó, elküldtem. Elég. Mondtam neki, hogy elmegy. Mi a faszom nem értheti az, hogy le van zárva ez a kurva terület? Továbbra se adja el a területet. Érkezik a part felől. Ismételd? Hol érkezik? Vettem. A parkolóba. Itt piros ül benne. Piros ül benne. Elküldöm, elküldöm. Itek. Tömeket pillanat. Kilőttek valamelyik PD-st? Kilőttek valamelyik PD-st? Ezt hogy érdem? Biztos... Elvettek egy autót. Áthaladt a területen egy gépjármű. Jól láttam, Mercedes volt lyukas kerékkel. Ja, Audi RS7-es. Viszont a Lamborghini, a Lowrider meg az RS7-es, amelyik áthaladtak itt a lezáráson és visszatértek folyamatosan. Egy csoportba rendeződtek és megálltak egymás mellett az útszínén. Ez gépjármű parcala. Áthalad. Az a Ferrari már harmadjára jött vissza. Ja, hát Bence, ügyes vagy. Kamán, ráérsz? Itt vagy? Gratulálok. Miskörültünk pár blazzost. Remélem szerint én is egyet, amire nagyon büszke vagyok. Jaj. Most nem tudom, hogy még meddig leszünk itt. Kocsikat már átnéztek igazából. Területzárás még meddig tartjuk érvénybe. Ja, értem. És új szövetségben van a két bandátok? Magdom lassan le kéne vonulnunk, nem? Ebből az autóból. Micsoda? Két rendőrt kifejeltek ebből az autóból. Hát akkor Bence, minek jöttök ide? Hogyha nem vagytok szövetségben. Pillanatra. Hát amúgy a Crips meg a Bloods az történelem szerint riválisok amúgy, igen. Rajta oda sírjuk a fejemen. Csak azért nem éltem, hogy a Bloodshunk nem a fasz keresnek Cripsesek rendőrt lőni. Mondjuk a sátorfánkat, én azt mondom. Autókat kaptátok mindenki autóba, azt ahogy tudtak, úgy visszaős. Jó, hát amilyen autót... Nem vagyunk ennyi, hogy minden autót elvigyünk.
Akkor amit nem tudunk elvinni, értelemszerűen foglaljuk le, Alfa 66 lesz az utolsó egység, aki elhagyja a területet, és azzal megnyitom újra a területet. Pozitív. Jövök hozzád, Walter. Gyere, gyere! Azt mondta, nem elke ruhát kell csinálnom, mert még mindig csak az egy szájba kurt ruhám van. Miért tett Magnum, pörögjünk fel gyorsan. Hát, Tigrosz, majd nézd vissza az adást, aztán rájössz, hogy nem ok nélkül jöttünk ki. A Supra, miénk? Pozitív, hozzá jöttem. Nyugtál? Na várjál, két okos döbözd, de ma izé, nem a bládzosokra gondoltam, mert azt megértem. Akkor a Krips hogy került ide? Aztán csak egy izét, egy... Csak egy sima, normál ruhát akarok összerelni, azt hallom, hogy a ruhabolt vagy durog, tehát hogy... Hát gyorsan bepattantam, a Mustangomba azt jöttem darálni. Nem akarnak titeket zserve hagyni. Azt hiszem valami olyasmiből alakult ki, de én az a hákon voltam. Az szép. Az gyönyörű. Én pont a hákon voltam, vagy már nem is tudom, hogy hol. De abból alakult ki, hogy már megint a Bloods lövöldözött valamit, aztán bemenekült a hákujára. Azért jöttünk ki a hákúra, mert... Tehát sérült, legyen pattintsuk be az autóba, aztán haladjunk. Rálőnek a rendőre, aztán bemennek a hákúra. A Dodge-ot meg fog. Akkor megoldják. Rádióba akar. Ja? Én a Dodge-ot lefoglalom. Köszállok. Jó. Kapitában ennyi volt. Na. VT-t magam, mindenki megvan? Ez telefonjavító, ugye? Aha. Innen a pirosoktól, akkor már megyünk vissza, mi az? Őrsége. Jó. Igen. Lefoglaltak minden rendőr autót? Pozitív, vonuljunk le. Akkor mehetünk. Na végre. Na, faszom. Az első megpróbálom neked átküldni a ruhakódját ennek a szetnek. Jó, rendben, csak nekem változtatni kell rajta valamennyire majd, sajnos. Hát ezt megoldod. A maszkot egyedül. Kilógatok ám a maszkokból. Az összesből? Nagyjából igen. Vannak olyan egyedik, amikből nem lóg ki, és jól néz ki. Na, ja. Jó, azt már rábízom. Jó. Ha nem gáz, akkor annyi változtatás, azon kívül mindent meghagyok. Hát, hogyha kilóg az arcod a... A kicsi a maszk, akkor az értelemszerűen módosítható. Oké. Csak Andrew-val ezt beszéltük, hogy ez így az a legjobb. Persze, jó, akkor el is vagyok, aztán megcsinálom. Jó, hogy a Krips HQ ott van mögötte, já, értem? Hát az meg benne van a 250 méter. Akkor a boltban, jó, akkor menjünk. Jó, akkor már értem, hogy hogy kevered be a Krips így. Ha erre megyünk egy kör, nem, a kótolat. Mehetsz meg. Jelölök egy viszonylag távolabbit, hogy... Ne zavarjon meg senki. Nézzük meg azt, hogy ott vannak-e. Az nyugodt mert... szokott lenni. Túl közel van a rendőrséghez. Egy lyukkal arrébb. Ja? Egy arrébb. Bazd meg. A GPS visz. A robotpilóta. Ah, itt vannak. Ebben a pillanatban lesznek itt, akkor tovább megyünk. Ja. Akkor... Nézd meg, ott lenne a parton, az viszonylag kiesik mindenhonnan. Jó, akkor minél ráfordulok. Akkor menj, nadrágot meg egy pólót kéne vennem abba a kúra boltba. Bár itt útközben is lesz egy, azt is megnézhetjük. Jó, bedobjuk oda a kocsit.
Úgyis jó nagy a parkolója. Ott is állnak. Ott is vannak. Az meg lehet, hogy az étterem miatt lesz forgalmasom. Nem vissza? Hol van a bolt? Igen. Mennyi a kiszáll... Megnézed? Aha. Nem, hát itt van, itt van. Igen. Aha. Hát jó. Hát jó. Azt mondja, hogy ilyet csináltam. A SWAT-os mintájára. Na mindjárt akkor átküldöm meg. Anderson Bones 18. Elvileg átküldtem. Ha nem, akkor már egyes olyan megnézni a polcok. Aha. Jó, hát a maszkot ezt pillanatokat megváltoztatod aztán. Szívem szerint gázmaszkba mászkálni. Úgyis olyan füllet fűszag volt bent. Meg ilyen áporodott, mosdatlan szag. Hogy érted, Lucy, mi nem működik? Ó, baszki. Basza. Az jó hangzik. Ugye megtaláljuk a maszkot. Jaj, jaj, jaj. Miért lett ilyen tokás a karakterem annó? Lehet, hogy le kéne fogyasztani, akkor jók lennének rá a maszkok. Kicsit erős csontozatú a dobes. Hoppá! Nézzétek a csetet? Dildó cset kandúr. Amúgy lehet neked gázmaszkot, hogyha neked ez jobban bejön. Jöleg? Aha.
Mindjárt megnézem akkor. Hogy van ilyen zöld, ha hozzámegy. Fekete van. Hello, Zoli, szia! Na ez? Aha, és akkor már csak a szöveget ki kicsinni, aztán kész is vagy. Hát igazából. Elnézünk. Szerintem nem rossz. Ja, elég pacek. Na, srácok, valamit nem vettetek észre a cseten? Vagy valaki bepörgette? Csak nem szólt? Lankada, kedves nézők figyelme! Volt egy jó kis kódrop. Hát még a végén beváltom én, nem reagál senki. Ez a fát 10-10. Ezt szerinted marsa van ráírva, mert nem látom. Mindjárt nézem, hol? A jelvényen? A hajjelvényen. Nem, ez a State Park Officer. Mi mindig State Park Sheriff, Officer? Sheriff. Ez Deputy Sheriff. Sheriff. State Park Police Officer, Police Officer, Detective, Sergeant, Lieutenant, Captain, Detective, Police Officer, FBI, PIA, Special Agent, IAA Special Agent, Federal, igen. Hát, ezt meg nem mondom. Ezt is. Büntetés végrehajtás lenne? Szerintem ez Highway Patroller. Ja. Ez a Highway Patrol. Na, úgy nézett ki az is, csak aha, lehet, nyomba akasztom. Igen. Úgy emlékeztem, hogy van.
Na srácok, mivel kiment a második kód, remélem valaki aktiválta már. Ott a nagy lehetőség. Azért elindul. Utolsó, már a betervezett nyeremény. Ugye korábban volt másodos pólong, de ez most kikerült, vagy nem tudom. Egy fél pillanatot szeretnék kérni. Egy. Na, és ezt el is indítottam, srácok. Emeltek kidobta a csetre, lehet rá jelentkezni. Vagy valahova. Kérem szépen egy Fallout 76 Xbox key. Lina Azariel. Már nem is tudom, Arandis felajánlásából. Már sok néve megint. Mindenhol más. Elméletileg a csetre ki kellett... A csetre ki kell dobnia elméletileg. Kidobja a csetre, és úgy lehetne jelentkezni. De ahogy látom, ez nem történt. Tök jelentje lenne, izés. Marsalos lényegbe kezd. Ja, nem lenne rossz. Várjabb azok, lehet, hogy ez nem működik most valamiért. Szerintem nem dobja ki a csetre valamiért, pedig automatikusan ki kéne. A szalusi. Bertik, köszönöm szépen a követést. Na jó, akkor ezt a nyereményt elnapoljuk, mert valamiért nem működik a rendszer. Nem DC-re dobja ki, elmentek a chatre kéne kidobni, és csak valamiért nem működik. Pedig az régebben működött. Már akkor lecancelözöm. Nem tudom, hogy mi a baja. Nem giveaway. Elméletek ki kéne dobnia. Várjál, lehet, hogy tudom, hogy mi a probléma. Már nem, mert Streamlabs hozzá van adva. Mindjárt megnézem, várjátok gyorsan, ránézek. Twitch-re. Kecske. Összség. A jó kis mellények vannak. Várjál csak. Na most talán kidobja a csetre. Ott, na most lehet jelentkezni. Igen, nem volt hozzáadva a moderátornak. Arra kell jelentkezni. Ott van a dolog, hogy hogy kell jelentkezni. Fel kell tolni rafle. És akkor úgy tudtok jelentkezni, az negyed órán keresztül fog menni. És akkor aki éppen megnyeri, azé lesz a key. Ez most, mint kiderült, Xboxhoz van. Szóval akinek van Xboxa, vagy ismerőse, akinek szeretné odaadni Xboxra. És nem tudom, sapkák azok vannak nekünk? Hát nem tudom, azt nem néztem, nem vagyok az a nagy sapkás. Munkanélkül is vagy. De hogy csinálsz? Hát én nem vagyok az. Mi történik veled, Lusi? Az jó, hát akkor egyelőre nem resizek. Az nagyon jó. Az jó hangzik. Valakinek Xboxra szüksége van egy jó
jóféle Fallout 76-ra, az felkeltője Raffle, és a nyertesnek fogom küldeni Discordon a kódot. Belti kérdezte, hogy milyen gépigén kell a Night City-re és milyen a játékélmény. Szerintem a játékélmény jó, viszonylag, vagy hát eléggé ki vannak szűrve a nanos emberek. Gépigény, hát azt meg nem tudom, nekem egy viszonylag jó gépem van, és jó fut. Szerintem az a baj, hogy az átlag 5M szerverekre kell ez a 32 gigaram már, hogy fixen mindenféle akadás nélkül fusson, de már 16-tal is bőven lehet játszani. A Dave-nek egy viszonylag potátó PC-je van, ő most bővített 16 gigaramra, és tökéletesen fut neki minden. Úgyhogy, ja, ennyit tudok, van egy 16 gigaram, meg egy viszonylag korszerűbb gép, egy ilyen 4-5 éves. Amúgy szerinted milyen ez a szett így járőrözésre? Szerintem jól néz ki. Jóféle. Mellények, az összes mellényt fölírtam, ami marshallos már, azt megnéztük. Ja. Van vagy 7 féle amúgy. Igen, kurva sok van. Szerencsére. Aztán nekem még a fodrászhoz kell mennem, mert úristen, hogy nézek ki. Hát egy kicsit igen, rád fér. Valaki legyen. Rád fér. Azt még majd egy kabátot fogok összerakni, tudod? Aha, aha. Marsalosat. Ja, azon gondolkodtam én is. De most egyelőre jó lesz, majd valami amelyik nap elszorakozom vele, most nem az az elsődleges. Igen. Ezzel is rajta vagyok, hogy marsal. Egyelőre csak 2 jelentkező van, srácok. Mi nyugodtan lehet felkérhetően refrőzni. Xboxra Fallout 76. Ja, az lesz az. Ő még ugye nekem fodrászhoz is? Azt megköszönöm, igen. Gyorsan megcsinálom, mert beszélek ott tudod, a borbélya. Hogy én tudom, a régi hajámat akarom megcsináltatni vele. Hát már én is gondolkoztam valami újításon, de... De aztán mégse. Jó a régi megszokott frizura. Mindenki úgy ismer meg, úgyhogy... Amúgy igen. Na. Na jó, paraszba így megállok. Megvívunk életre halára. Hát ennyi. Ennyi. Közben vitte valaki a második kódot? Mert azt a Réku beküldte. A PP kódot, amit a szerveren lehet beváltani. Nem írt senki vissza, hogy elvitte volna. Vagy írt csak meg, én nem láttam szokásosan. Nem élt most senki. Amúgy az lesz, mindjárt beváltom én, baszki. Hol van a Riku üzenete? Várjál. Ennyire nem kell senkinek 5000 pp. Az pont egy motorhang. Egy motorcsere. Be van váltva, már próbáltad. Akkor... Arra jössze magát, amelyik nem élt.
Hát sajnálom, csak is kekszem. Amúgy ez gonoszság. De... És igen, azt a kurva. A régi bajszom. Úristen, ez de hiányzott a pára. A kis pornóbajusz. Azaz, úristen, végre. Spritze dóze maximum. Na, viszont én leadom a szolgálatot, hogyha nem probléma. Meg úgy is hallom, hogy van valami problematika. Igen? Aha. A tárolók meg a minden. Úgyhogy a... Majd, aha, már látom is itt a problémát. Tessék, gyorsabban kiszállítottalak. Hello? Milyen aranyos ez a panda ruha? Itt adom. Tobes volt el 10-10, további kellemes műszakot. Hello, Soli. Hello. Csak egy... Csak az a baj, nem tudsz visszalépni, hogyha vissza akarsz mostanában. Aha, akkor civilként megyek Szoliba. Már lennék is elintézni valam. Akkor vegyük úgy, hogy leadtam a Szolit. Egy kérdés, vissza akarsz jönni, ma még dolgozni? Benne van a pakliba. Mert oké, tehát akkor ha van olyan civil dolgod, akkor intézd el szerintem most. Jó? Jó, rendben. Van Szoliba, de ha kilép Szoliból, akkor gond van, jó? Akkor nem is vissza tudsz lépni. Oké, és köszönjük szóta. A fölveszük a laza szettet. Rádióról lecsatlakozunk. Na, mennyi van még vissza a sorsolásból? Nézzük csak meg. 5 perc lenne, de mivel csak ketten jelentkeztetek, én lezárom, srácok. Én úgy vagyok, hogy close entries, pick a winner, és Bennett. Bennett. Mind ezt tegyelted. Kérlek szépen, majd írjál rám DC-n, akkor továbbítom neked a kódot. Keresd föl DC-n nyugodtan, hogyha nem tudsz írni, akkor barátkérelmet küldje vagy valamit. Küldöm is neked a kódot. Gratulálok hozzá. Majd a Linának köszönd meg, az ő nevét foglald imába. A viszont látásra... Várjál egy kicsit. Lehet le tud adni a Szolit. Ja, jó, megnézzük, majd megvárom. Várj egy fél perc. Jó, megvárom. Na, gratulálok Bennett még egyszer, meg a nyertesnek, aki beváltotta a kódot. Annak is nagyon gratulálok, még hogyha a második nem is élt. Viszont srácok, ez a kis megmozdulás ennyi lett volna mára. Eléggé fáradt vagyok, ne haragudjatok, meg megetettem a cecákat, meg ilyenek. Úgyhogy ja, puszilok mindenkit, a holnapi napon találkozunk ugyanúgy 18:00-tól. Sziasztok, jó pihit! És Bennett majd írjál rám DC-n, küldöm a kódot. Sziasztok! Büntet és véd a hősünk mostanában. A városban szágul, mint a szél.